A Babits Mihály Kulturális Központ életében változást hozott az a pillanat, amikor Zsikó Zoltán vette át az igazgatói stafétát. Számára nem volt ismeretlen a ház, hiszen népzenészként számos alkalommal volt lehetősége részt venni programokon. Alsónyéki, bátaszéki fiatalként és népzenészként Babits Mihály Kulturális Központ az mindig a kultúrának volt a szószoros értelembe vett központja itt Tolna megyében, a kultúrának a szentélye, ha úgy tetszik. Művészként vagy előadó művészként, népzenészként is mindig nagy örömömre szolgált, amikor itt a nagyhírű szekszárdi fesztiválokon, vagy itt a Babits Mihály Kulturális Központban adtunk koncertet a zenekarommal, hol egy prima díját adom, hol pedig más kiváló kulturális eseményeken. Szóval én azt gondolom, hogy a Babits az mindenképpen nem csak Szekszárdon egy nagy intézmény, hanem a Babitsot azt mindenképpen régiós szemmel kell nézni, és amikor én igazgató voltam, akkor mindig törekedtem arra, hogy a kulturális központnak a kapuit kinyissuk, és az országba megfelelő helyen tartsuk számon, és az országba megfelelő előkelő helyen tudjuk a Babits Mihály Kulturális Központot. Hogyha valamire büszke vagyok, akkor mindenképpen büszke vagyok arra, hogy azt gondolom, hogy kinyitottuk a kulturális központnak a kapuját. Számos konferencia, számos díjátadó, számos olyan bál, számos olyan esemény került megrendezésre itt a kulturális központban, amelyet korábban nem itt szerveztek meg. De büszke vagyok arra is, hogy azt gondolom, hogy ebben az időszakban szerveztük meg az ország legnagyobb vidéki fesztiváljait. Gondolok itt a szekszárdi szüreti napokra, a pünkösdi hal és vad ünnepre, vagy gondolok adott esetben a Hári János mesefesztiválra. A fesztivál városá lett Szekszárd, nagy rendezvényeit az országos szakmai szervezetek is elismerték. Gondoljunk csak bele abba, hogy minősített közművelődési intézmény díjat vehetett át az intézmény kultúrért felelős államtitkártól, aztán pedig egy olyan díjat kapott az intézmény Kásler miniszter úrtól, és Fekete Péter kultúrért felelős államtitkár úrtól, amelyet az országban csak egyetlen egy intézmény kapott meg a Magyar Kultúra napján. Gondoljunk csak bele abba, hogy valamennyi fesztiválunkat minősített fesztiválként tartják ma már számon az országban. A szekszárdi szüreti napok az ország második legnagyobb vidéki borfesztiváljává nőtte ki magát, és nagyon büszkék lehetünk arra is, hogy a Hári János mesefesztivál az pedig Városmarketing gyémántdíjat kapott néhány évvel ezelőtt. Mindehhez, mondja Zsikó Zoltán, egy rendkívüli elhivatottsággal bíró szakmai stábra volt szükség, olyanra, amelyben mindenki tudta, mi a dolga, és azt maximálisan el is végezte. Olyan időszak után lettem igazgató, amikor ugye nagyon sok kérdés volt, hogy igazgatóváltások, megbízott igazgató, ugye Matókné Kapási Júl, aki hosszú éveken keresztül kiválóan vezette a házat, és azt gondolom, hogy nagyon komoly szerepet töltött be, és tölt be jelenleg is a magyar kulturális életben. Utána voltak, azt hiszem, hogy sok kérdőjel volt. Ugye én akkor még Budapesten a Várkertbazárban dolgoztam, tehát kívülről szemléltem a szekszárdi eseményeket, de szerintem nem túlzok akkor, hogyha azt mondom, hogy nem volt gazdája. Igazán nem volt gazdája a kulturális központnak. Tehát amikor én belecsöppentem sokadik eredménytelen igazgatói pályázat után, amikor belecsöppentem itt a munkába, akkor én azt láttam, hogy a legfontosabb az az, hogy meg kell határozni a célokat, meg kell határozni az irányokat. És én azt láttam, hogy meghatároztuk azokat a célokat. Egy, hogy a Babits Mihály Kulturális Központot nem Szekszárdon kell nagyjátenni, még csak nem is Tolna megyébe kell nagyjátenni, hanem az országba kell nagyjátenni. A kulturális központtal kapcsolatban mindig azt a szemléletet vallottam, és meggyőződésem, hogy ez a ház, ez többre is, sokkal többre érdemes, hogy nekünk az országban lévő kulturális folyamatokat kell figyelembe venni, és az országos intézményekkel kell, a nagy intézményekkel kell adott esetben idézőjelbe versenyezni. Én mindig ezt a szemléletet tűztem ki célul, és azt gondoltam, hogy mindig ez a merjünk nagyok lenni, és nagynak is kell lenni. Tehát szerintem ez volt a legfontosabb, az egyik legfontosabb célkitűzésünk, amit azt gondolom, hogy szépen elértünk. A másik nagyon fontos pedig az, hogy a szekszárdi civil szervezeteknek legyen otthon a kulturális központ. Én a meggyőződésem, hogy Szekszárd az egyedülálló az országban, azon városok között, akik a civileket a szívükön viselik, hiszen a kulturális központban azt gondolom, hogy minden segítséget megkaptak a civilek ahhoz, hogy jól tudjanak működni. Gondolok itt arra, hogy azon túl, hogy helyet biztosítottunk nekik, nyilván évtizedekkel ezelőtt is biztosítottak nekik helyet, de mi a pályázatok lebonyolításában, a pályázatok megírásában és egyéb szolgáltatásokban is mindig igyekeztünk nagy segítségükre lenni. A kultúra és a sport az egy olyan tevékenység, ami nem nagyon tud nyereséges lenni. Tehát alapvetően kettő
kettő részből tevődött össze a kulturális központnak a költségvetése. Volt az önkormányzati bevétel és volt a saját bevétel. Mi el tudtuk érni azt, hogy a saját bevétele a háznak az több volt már adott esetben, mint az önkormányzat által adott bevétel. Tehát, hogy viszonylag egy erős költségvetést tudtunk, és ne felejtsük el azt sem, hogy ahhoz, hogy egy évben 8 szabadtéri nagy fesztivált megrendezhessünk, ugye indult az év a május 1-jével a Retromajálissal. Utána folytatódott a Pünkösdi Fesztivállal, vagy a Hári János Mesefesztivállal, éppen attól függően, hogy az ünnepnapok hogyan jöttek ki a naptárban. Aztán ugye mindjárt tovább néztünk, jött egy Szent László nap. A Szent László nap után, ugye a júliusban volt egy kis szabadság, egy kis pihenő, jött az augusztus 20-a, aztán jött a városnapja, jöttek a szexádi szüreti napok, aztán a Márton nap és az advent. Tehát egy olyan szabadtér rendezvény naptárat kínáltunk a szexádiaknak, amely azt gondolom, hogy az országban egyedülálló. Nagyon fontos, hogy a politika és a kultúra között egészséges távolságot meg lehessen tartani, mondja Zsiko Zoltán. A legfontosabb az, hogy a ház a szekszárdi és a Tolna megyei emberek érdekeit ki tudja szolgálni. A jelenlegi nagyon nehéz vírushelyzet után a legnagyobb feladat az lesz, hogy az emberek visszataláljanak a Babicsba, és megteremtődjön ugyanaz a pezsgő kulturális élet a városban, mely minden időben jellemezte ezt a várost és ezt az intézményt, mondta Zsiko Zoltán.